nagyapám az huszártiszt volt, első világháborúban szolgált, lótenyésztési főfelügyelő volt, ami tábornoki ranggal járt, és hát mi is lovagoltunk gyerekkorunkban. Számomra egy nagyszerű ember volt, azzal együtt, hogy a kommunizmusban nem volt sehogy se lehetőségünk. A papa azt mondta, hogy ne attól legyünk valakik, hogy honnan származunk, hanem hogy mit teszünk le az asztalra. Ez még a régi rendszer volt, az Országos Magyar Királyi Iparművészeti Iskola. Elvégeztem még pont a kitelepítés előtt az iparművészeti. Csorvásra, ez Békés Csaba és Orosháza között, egy tanyára küldtek minket. Ott téglát vertem, meg kubikoltam, meg 6 méter mélyről homokot terveltünk ki lépcsőzetesen. A kitelepítésben, igen. Igen, úgyhogy ott egyáltalán nem lehetett a szakmával foglalkozni. Azért örültem mindig, hogy hitem volt, hogy a nehézségek nem hatottak annyira a mélyemre. Volt mikor igen, de... Az emberi élete ugye hullámzik, hol kicsit jobb, hol nehezebb, hol vannak bajok, hol nincsenek. Szóval, de hullámzik az életünk, meg sötétségben vagyunk, de ha imádkozunk és magunkba fordulunk, akkor ott minden kivilágosodik, meg lesimul. És ezt próbáltam én a textíliaimmel elmondani. A fény bennünk van. Amit mi kaptunk, akkor mikor megszülettünk, az Isten belénk lehelte. És ez a fény az, ami a szeretet. Ezt a fényt akkor, mikor már megtapasztalta az ember, akkor tovább kell adja másnak, hogy az is észrevegye. Mikor a csendtermet Berlinbe csinálták 20 évvel ezelőtt, a Brandenburgi kapunál, ott van két ilyen őrház, és az egyik őrházból csináltak egy olyat, hogy a béke, hogy az ember önmagába forduljon, és lepihenjen, és hogy kihozza magából a jót, mert ott nagyon rémes dolgok történtek. 78 embert, vagy 79 embert ott a kapunál megöltek. Akik a berlini falon át akartak jutni. Igen, és ott akartak valami emlékhelyet csinálni a németek, és ez ilyen ökuménikus, hogy ott mindenki bemehet, és ott megpihenhet, vagy önmagába fordul, vagy imádkozik, vagy meditál, mindegy. És ez 20 éve ott él, és ez volt a szülő anyja. Csak akkor azt kérték tőlem, hogy ne kereszt alakba sugározódjon, mert ugye a többi vallásnak ez nem úgy mond, hanem úgy, hogy minden vallás megtalálja a maga örömét benne. És akkor megvolt a megnyitó, és akkor kijött a muszlim, azt mondta, hogy jaj, hát az az enyém, mert ott van a nap középen, akkor kijött a jezsuita, azt mondta, én látom, hogy ott van az ostya. Szóval mindenkinek megvolt az öröme, és én megjállát adtam az Istennek. Arra vagyok büszke, hogy egy magyarnak van ott a munkája. Én nem vagyok az, aki ráerőszakolom a gondolatomat a nézőre, hanem az a jó, ha te látsz dolgokat benne.